Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Handicap, én pedig Császár Angelika vagyok. Mostani vendégem Fehér Miklós, a Kézenfogva Alapítvány oszlopos képviselője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Volt már szó egy kicsit a Kézenfogva Alapítványról az előző adások egyikében. Kalmár Judit beszélt már így az alapítványról elég intenzív, és nagyon pozitív beszélgetés volt. Ennek örülök. De szeretném, hogyha most azért te is elmesélnéd azt, hogy hogyan indult az alapítvány, tehát hogy miből indult ki, mi volt az elsődleges indítatás, miért jött létre? Hát ez most nagyon aktuális téma egyébként, mert ebben az évben ünnepli a Kézenfogva Alapítvány a 30 éves megalakulását, illetve egyik alapítójának és sokáig kuratóriumi elnökének, Göncz Árpádné Zsuzsanének a 100. születésnapját, aki ugye 3 éve hunyt el, és múlt héten volt pont egy emlékkonferencia Bárci Gosztáv gyógypedagógiai főiskolán, és elég friss most az ismeret ebből kapcsolatban nekem, mert hogy pont sok mindent hallottam erről, hogy mi volt a elsődleges motiváció Zsuzsanének. Ugye amikor egyrészt ezt tudni kell róla, azt talán kevesen tudják, hogy fiatal korában szociális munkásként tanult, dolgozott még a második világháború idejében, tehát amilyen 10 éves, 20 éves korában, gimnazistaként kezdte el az akkori settlement mozgalomba, tehát valamilyen módon a szociális érzékenysége már megvolt, és amikor ugye a férjét, Göncz Árpádot megválasztották a köztársasági elnöknek, akkor ugye általában a first lady-nek mindig van valami jótékonysági feladata, amit elvégeznek, és 1991-ben meghívták őt Székesfehérvárra az akkori speciális olimpia megnyitójára. Ugye a speciális olimpia az értelmi sérült embereknek a sportrendezvénye. És annyira megfogta az ottani látvány és a találkozás a sportolókkal, hogy akkor azt gondolta, hogy ezt a területet szeretném majd valamilyen módon támogatni. Az értelmi sérült emberek helyzetét, mert látta azt is, hogy akkoriban mind az értelmi sérült emberek, mind a családtagjaik igen nehéz helyzetben voltak, és nem sok segítséget kaptak, és így végül is 1993-ban jutottak el oda, hogy megalapították a Kézenfogva Alapítványt, akkor jött létre, és akkor még elsősorban az értelmi sérült embereknek a megsegítése volt a fókuszban. És az első nagy programjuk egyébként egy lakóotthoni program volt, akkor Magyarországon nem léteztek még igazából civil, tehát nem állami fenntartású kis létszámú lakóotthonot, tehát ilyen 8-12 fő számára a normál lakókörnyezetben, mint bárhol itt az utcában, egy családi ház mondjuk, olyan jellegű lakótnak értelmi sérült emberek számára, akiknek valamilyen módon azért mégiscsak szükség volt valamilyen segítségre. És akkor ebben az időszakban, az alapítvány első időszakában, a 90-es években végül is, a 2000-es évek legelejéig jött létre ez a Fészek lakóotthoni program, és jó néhány több tucat lakó otthon létesült Magyarországon több felé, holland segítséggel és holland példákra. Ez volt az első nagyobb program. És aztán felmerült, hogy a szülőknek nincsenek információik arról, hogy milyen ellátást kaphatnak a sérült gyermekeik után, egyáltalán milyen típusú fejlesztésre van lehetőségük, és akkor az alapítvány létrehozta az információs központját. Eleinte kiadványok formájában, telefonos felvilágosítással, és a mai napig működik a Kézenfogva Alapítvány honlapján ez információs központ, ahol ma is be lehet ütni azt, hogy valaki mondjuk Kecskemét mellett keres egy korai fejlesztő központot, akkor ezt ki fogja adni címmel, elérhetőséggel, térképpel együtt. Tehát ez mai napig működik. Aztán beindultak a szakemberek képzései a különböző területeken, akik a sérült emberekkel foglalkoznak. Aztán a közvéleményformálás is nagyon fontos lett, hogy valamilyen módon megismertessük a ügyfeleink mindennapi életét a széles közvéleménnyel. Ez lehetőleg olyan módon, hogy át tudják élni saját élményként azt, hogy milyen mondjuk teszem azt kerekesszékben ülni, vagy és avval közlekedni, vagy mondjuk bekötött szemmel nem látva közlekedni, vagy számítógépet használni, vagy jelnyelven kommunikálni, és akkor erre is létrejöttek különböző programjaink. Eleinte ilyen fesztiválokhoz csatlakoztunk, ott voltak ilyen interaktív programok, aztán megcéloztuk az iskolákat, óvodákat, ahol szintén sérült tapasztalati szakértő bevonásával történt ez a közvéleményformálás. Aztán megindult az olyan programunk, amelyben a otthonokban súlyos és halmozottan sérült gyermekeket gondozó családoknak nyújtunk időleges szolgáltatást.
egy szakember kimegy a családhoz, és felügyeletet biztosít a gyermeknek, amíg a szülő a mindennapos dolgait el tudja intézni, teszem azt, bevásárol, vagy munkát keres, vagy elmegy moziba például. És az országnak most már a felében ez elérhető program. És akkor körülbelül a 2000-es évek közepe felé, amikor én oda kerültem, én 2006-ba kerültem egyébként a Kézenfogva Alapítványhoz, nem sokkal rá merült ez föl, hogy nem sokat találkozunk igazából sérült emberekkel, mert addig a alapítvány inkább szakembereknek segített, közvélemény formált, anyagokat, dokumentumokat, kiadványokat, kutatásokat végzett el, adott ki, hogy jó lenne azért közvetlenül is tényleg találkozni személyesen azoknak, azokkal az emberekkel, akiknek segítünk. És akkor az első ilyen közvetlen szolgáltatásunk lett ez a munkaerőpiaci szolgáltatás, amit most én vezetek, aminek az a célja, hogy a nyílt munkaerőpiacra helyezzünk el minél több megváltozott munkaképességű embert. Én egyébként most ezt csinálom egy háromfős csapattal. Még megemlíteném utána, hogy milyen más egyéb szolgáltatások is jöttek létre, ezek talán fontosak, és ma már talán ezek a legfontosabbak. Egyrészt van egy jogsegélyszolgálatunk, amely péntekente megkereshető személyesen is, de egyébként telefonon, e-mailbe is. Itt végzett jogászcsapat áll az ügyfelek rendelkezésére, ha valakinek teszem azt föl, valamilyen jogi problémája van, akár a munkahelyen, vagy egy hagyatéki kérdése van, vagy hogy milyen ellátásra jogosult, milyen feltételek mellett, vagy mondjuk diszkriminációt érez, akkor a jogászcsapatunk személyes segítséget nyújt és tanácsadást tud nyújtani. Aztán van egy egyéni életvezetési konzultációs szolgáltatásunk, tehát ha valakinek olyan problémái vannak az életben, amit nem tud megoldani, ezek általában ilyen lelki kapcsolati problémák, akkor akár egyénileg pár vagy családterápiát, illetve ennél talán kevésbé mélyre menő konzultációs szolgáltatást is biztosítunk, előzetes jelentkezés alapján szakképzett trénerek, kócsok, pszichológusok a csapat tagjai. És most már harmadik éve van hivatalosan engedélyünk a támogatott lakhatásra, tehát Budapest különböző pontjain vannak lakásaink, túlnyomó részben albérletek, amiket mi is bérlünk, tényleg nagyon jó helyen, nagyon jó közlekedéssel, jó minőségű albérletekről van szó, egy albérletben maximum két fő lakik, de mindenkinek külön szobája van, és az albérlet, a lakhatás mellett két szakemberünk van, akik a mindennapos életben tudnak segíteni a fogyatékos lakóknak, legyen szó mondjuk akár karbantartási munkákról, banki ügyek intézése, de természetesen mivel alapítványan minden összefügg, hogyha egy ottani lakónak mondjuk munkahelyi problémája van, akkor mi segítünk munkát találni, vagy ha jogi kérdésben van szüksége, vagy válaszra, jogi válaszra, akkor a jogászcsapat áll rendelkezésre, de ez fordítva is működhet, sőt ez volt a kiinduló pont igazából, ha mondjuk egy ügyfelünk, aki mondjuk munkát keres, de vagy nincs Budapesten lakás lehetősége, vagy mondjuk otthon el akar költözni emellett, az párhuzamosan megkeresheti a lakhatási szolgáltatásunkat, és ott is igényelhet egy ilyen lehetőséget. Azt gondolom, hogy nagyon komplexen összefoglaltad, hogy gyakorlatilag mivel is foglalkoztok, és itt említetted, hogy kezdetben ugye az alapozó elmélet az volt, hogy gyakorlatilag felkészítsétek a szakembereket, tehát legyenek minőségben jó szakképzett hozzáértő emberek, és akkor erre építettétek azt rá, hogy jó, oké, most már tudjuk az elméletet, tudjuk, hogy kéne csinálni, és hogy kell csinálni, de akkor ismerjük meg a fogyatékossággal élő személyeket is. Igen, valahogy valóban tényleg így volt. Tehát ez mondjuk az idő, amíg inkább a szolgáltatás, fejlesztés, képzés volt, a információnyújtás a fókuszban, ugye ez egy jó 11-2 év volt, és akkor gyakorlatilag most a második fele az alapítvány történetének, így is, ebben 30 évnek a második fele, már egyre inkább a közvetlen szolgáltatásokról szól. Még annyit akarok kiemelni megint az aktualitás miatt, hogy a foglalkoztatási csoport most abban a megtiszteltetésben részesült, hogy ebben az évben minket szeretnének díjazni majd a érték vagy gálán az év rehabilitációs foglalkoztatója, vagy foglalkoztatási szolgáltatójaként, akik ilyen munkaerőközítéssel foglalkoznak megváltozott munkaképességű emberek számára, de ebben az évben minket választottak ki. Gratulálok! Köszönjük szépen! Köszönjük. Ez azt gondolom, hogy abszolút önmagáért beszél, és most ez megmaradt a mai napig, hogy elsődlegesen értelmileg akadályozott fiatalokkal foglalkoztok, vagy ez most már azért vegyesebb? Változott, igen. Már a meginduláskor már megnyitottuk a ajtót minden
típusú fogyatékossággal, megváltozott munkaképességgel, egészségkárosodással élő ügyfél felé, de természetesen az elején már a korábbi kapcsolataink is miatt is több volt az értelmi sérült jelentkező, de ma már elmondható, hogy gyakorlatilag minden csoportból szinte egyforma arányban jelentkeznek hozzánk, tehát ugyanúgy lehet jelentkezni, és van esély, hogy betöltsenek olyan adminisztratív munkaköröket is, ahol esetleg nyelvtudás, különösebb szakképzettség, vagy olyan informatikai háttértudás kell, mint ahogy egy egyszerűbb, akár áruházi, vagy csomagolói, vagy takarítói munkakörbe is. És neked egy kicsit most akkor a személyesebb tapasztalat az, hogy neked hogy jött az a része az egésznek, hogy akkor te most fogyatékossággal élő személyekkel szeretnél foglalkozni? Nagyon jó kérdés, mert nem olyan egyértelmű a válasz abból a szempontból, hogy nem nincs a családban fogyatékos ember, személyes ilyen érintettségem nincsen, és nem is gondoltam rá sokáig. De aztán az életem úgy alakult, hogy nagyon sokáig nem találtam a helyemet. Volt egy nagyon-nagyon komoly krízisem, amin keresztül mentem, egy 4 éves periódus, amikor gyakorlatilag egy folyamatosan becsaptam és hazudtam a környezetemnek, családtagjaimnak is arról, hogy mit csinálok, és ez egy borzasztó időszak volt, és amikor ennek véget ért, a vége volt, hát talán itt a rádióban, ebben a rádióban is mondhatom, hogy amikor megtaláltam a hitemet, plusz tényleg volt ez az óriási szabadság, amit kaptam, hogy megszabadultam ettől a nagy hazugságtól is, és feszültségtől, akkor úgy gondoltam, hogy valami olyasmit kell kezdenem az életemben, aminek a látható haszna van, vagy nem tudom, úgy gondoltam, hogy ennek talán tényleg értelme van. És akkor én jelentkeztem egy olyan otthonban, egy nagy állami otthonban, amely, ahol súlyosan és halmozottan sérült lakókat gondoztak és ápoltak, ez a Remény Sugár Rehabilitációs Intézet. Ez volt 2000-ben pontosan, és ott elkezdtem gondolgozni gyakorlatilag ebből az indítatásból, hogy tényleg valami hasznosat tegyek, anélkül, hogy bármi fogalmam lett volna előzetesen, mit fogok csinálni, mint gondozó. Tehát bementem az osztályra, és ott pont emlékszem az első napomra, ez egy ilyen súlyos autizmussal élő gyermekeknek a csoportja volt, és nagyon-nagyon komoly, mellbevágó volt az első napoknak az élménye, és akkor azt gondoltam, hogy hát ezt nem biztos, hogy sokáig fogom tudni csinálni, hogy jó, egy-két hetet még azért kipróbálok, mert olyan szinten, hogy ott ez egy nagy intézmény volt, sok fiatal kisgyermek is, 11-12 éves gyerek, akik nem kommunikáltak, csak nagyon-nagyon nehezen, és látszott, hogy borzasztóan nehéz számukra minden új dolognak a befogadása, most bejöttem én oda, az egész ottani állapotok, amik akkor voltak, és aztán eltelt 1-2 hét, 3 hét, 4 hét, 5 hét, 6 hét, és azt vettem észre, hogy ott vagyok, és örülök annak, hogy ott vagyok, és jól érzem magam, és hogy most már gyakorlatilag 23 éve ezen a területen dolgozom. 6 évig voltam ott a Remény Sugár Rehabilitációs Intézetben, és akkor elvégeztem a szociális munkaszakot munka mellett. Közben ott a gondozóból kvázi egy kicsit kiemeltek ilyen terápiás munkatársnak, és próbáltam különböző foglalkozásokat szervezni a gyerekeknek, fiataloknak. Elindítottunk egyfajta független csoportot, hogy a jobb képességű ott lakók valamilyen módon tudják a saját életüket befolyásolni. Ilyen egyszerű dolog, vagy megszavazni, mi legyen majd jövő héten az ebéd, mondjuk. Uh-huh. Vagy az, hogy milyen ruhát vegyenek föl, az se volt addig a egyértelmű, hogy bedönthetnek, vagy kimehessenek az utcára, meg elmessen közös programokra. És akkor ez 6 év, és akkor utána jött ez a lehetőség a kézenfogvánál 2006-ban. Én nagyon azt érzem így a szaidból, hogy így az életed periódusaiban, ilyen tekintetben mindig megmásztad azokat a lépcsőfokokat. Tehát, hogy azért elsőre, amikor becsöppentél, ahogy említetted, ugye, hogy nem volt előzetes, akár személyes érintettséged, akár más kapcsolódásod, először, amikor így belecsöppentél, akkor azért volt benned egy olyan érzés, hogy tehát, hogy uh-huh. Tehát, hogy nem tudtad hova tenni nyilván elsőre, vagy úgy megérintett lelkileg, ezt így jól érzékelem, ugye? Abszolút. Tehát, hogy
egyáltalán nem olyan volt, mondjuk kicsit a filmeken időnként, hogy ülött az első pillanatra szerelem, hanem nem tudtam, mire vállalkozom. Először nagyon nehéz volt, meg is ijedtem őszintén szólva, mert nem volt tapasztalatom még abban, hogy hogyan viselkedjek olyan helyzetben, amikor láthatólag nem értenek engem meg, ugye az a hagyományos kommunikációs stílus, akár gyerekekkel is, vagy érintés, vagy ilyesmi, az nem működik. Hogy ki kell találni még, akkor nem is nagyon kaptam olyan túl sok segítséget őszintén szóval az elején, hogy most hogyan kell ott majd velük kapcsolatot teremteni a súlyos autizmussal élőkkel. Nyilván bennem volt, hogy azért nem adom olyan könnyen föl, pont az előzmények miatt, de mondom azt, hogy ezt ilyen sokáig ezen a területen maradtam, az már tényleg annak köszönhető volt, hogy aztán mégis rájöttem, és ez különösen persze ott a reménysugárban volt erős, ahol tényleg súlyosabban sérült lakók voltak, hogy az, hogy nem tudom mondjuk a hagyományos módon annyira úgy kommunikálni, vagy csak nehezebben, vagy más módon, ez nem jelenti azt, sőt, még inkább azt jelenti, hogy sokkal őszintébb kapcsolatokat lehet kialakítani, nincs mellébeszélés, nincsenek hazugságok, nincsen ilyen szépítgetés, hanem bele a közep, és oda kell adnom magamat teljesen, és ezt élveztem, meg kell mondanom. Akkoriban különösen élveztem, mondom, abban az élethelyzetben. Igen. Aztán most itt az alapítványnál is, hál' Istennek aztán, hogy van személyes kapcsolat, ügyfelekkel, nagyon jó. Nyilván itt már megvan a hagyományos irodai munkavégzés is. Igen, az más adminisztráció. Jellegű. Igen, de mondjuk egy új programnak kigondolása, annak a megalkotása, ehhez mondjuk források, pályázatok írása, munkáltatókkal kapcsolatfelvétel, az ő meggyőzésük arról, hogy mondjuk vágjanak bele, és érdemes foglalkoztatni megváltott munkaképességű embereket. Ezek izgalmas dolog szinten, és akkor ezt nagyon jó kiegészíti azt, hogy ugyanakkor ügyfelekkel is foglalkozom. Hát nem csak én, ugye a csapatom is, azt nem mondtam még, hogy magában a foglalkoztatási csapatunkban ott három főállású alkalmazottal dolgozunk együtt, de ezen túlmenően 8-10 állandó szakember van, akikkel hol különböző felkészítő programokat indítunk el a sérült emberek számára, munkaerőpiaci felkészítő programokat, kommunikációs programokat, nyelvtanulás, számítógépes program, workshopot, munkavállalói klubok, szülőknek való klubfoglalkozások, állásbőrzét tartunk, tehát nagyon-nagyon sok mindent csinálunk tényleg, és sok embert is megmozgatva, mondom, annak ellenére, hogy az állandó stáb az ilyen viszonylag kicsi. Igen. Igen, egy abszolút mondható az, hogy egy családiasabb légkör van nálatok, de mégis azt gondolom, hogy nagyon hatékony családias légkör. Igen, én azt gondolom, hogy ezért minden évről évre, én is azt érzem, hogy fejlődünk egyébként, tehát egy csomó mindent már azért másképp csinálunk, mint mondjuk akár. Abszolút, meg egyre jobban, ami nekem a tapasztalatom, hogy egyre jobban tágítjátok a perspektívátokat. Igen. Vannak új szolgáltatások, új partnerek, tehát én is úgy gondolom, hogy van előrelépés. Ugyanakkor persze az alapítvány mérete azért mégiscsak megszabja a határokat, tehát mi elsősorban Budapesten és környékén nyújtunk is kifejezetten a nyílt munkaerőpiacra, segítjük az ügyfeleinket, ez fontos, és hát nem dolgozunk olyan nagy számokkal épp azért, mert több ügyfelünk esetében elég alapos fölkészítésre van szükség, akár több hetes, több hónapos fejlesztésekre, szolgáltatásokra, segítőprogramokra, hogy valaki ténylegesen utána sikeresen helyezkedjen el. De éves szinten olyan 30-40 ügyfelet szoktunk általában elhelyezni a nyílt munkaerőpiacon. Ezek a számaink vannak általában. De hát jóval több ügyféltvel foglalkozunk, ezek már igazából a végeredmények. És ha már itt említetted a nyílt munkaerőpiacot, akkor ez mit jelent pontosan? Tehát meséld el kérlek a kedves hallgatóknak, hogy mi az, hogy védett munkaerőpiac, mi az, hogy nyílt munkaerőpiac? Hát, hogyha ilyen kategóriákat nézzük, azoknak az embereknek, akinek a legtöbb segítségre van szükségük, azok általában ilyen intézményesített foglalkoztatásba vesznek részt, ezek általában nem is munkaviszonyhoz köthetőek, fő céljuk inkább a terápiás cél, tehát a fejlesztés, az önállóbb életvitelre való elősegítés, de azért mégiscsak van valami tevékenység. Most azt el tudjuk képzelni, mondjuk egy intézmény, egy nappali ellátónál, vagy egy bentlakásos otthonban, ha valamilyen kézműves tevékenység folyik, például egyszerűbb dolgoknak az előállítása, az egy ilyen jellegű foglalkoztatás.
akkor vannak az akkreditált foglalkoztatók, ezek már rendes munkahelyeknek számítanak olyan szempontból, hogy ugyanúgy munkaszerződést kötnek az ügyfelekkel, ugyanúgy vonatkoznak rájuk az ügy, a munkavállalókra azok a jogok és kötelezettségek, mint a nyílt munkaerőpiacon. Az a különbség, hogy itt még ezek a munkahelyek kifejezetten azért jöttek létre, vagy legalábbis a fő profiljuk egy idő után már az lett, hogy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztassanak, és ehhez van egy szakembergárda, egy segítőgárda, mentorok, szociális munkások, akik ott vannak az ügyfelekkel, elérhetőek számukra, és segítik őket, hogyha valamilyen kérdés, nehézség merül föl. Tehát ők föl vannak készítve erre, hogy ott megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztassanak. És a nyílt munkaerőpiac, ez ugyanolyan munkahelyek, mint bárki más, aki most talán rádiót hallgatja és dolgozik, mondjuk legyen egy áruházról szó, egy szolgáltató hely, egy iroda, egy önkormányzat, polgármesteri hivatal, kórházak, szociális intézmények, mint bárki más munkahely. Itt ugye nem kötelező minden esetben, nem is lehet kötelezni őket arra, hogy mondjuk erre valamilyen felkészített szakembert foglalkoztassanak, bár az esély egyébként megvan erre is. Ilyenkor különösen fontos, hogyha ezek a munkáltatók szeretnének megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatni, kapjanak ehhez valamilyen segítséget. Miért akarnak egyébként ezek a cégek foglalkoztatni megváltozott munkaképességű embereket? Azért, mert jelentős kedvezményeket kaphatnak utána, hogyha valakit foglalkoztatnak, tehát egy komolyabb adókedvezmény is jár utánuk, ez részben egy befizetett összeget lehet megspórolni, amit úgy hívunk, hogy rehabilitációs hozzájárulás. Talán akik nem ezzel foglalkoznak, nem annyira tudják, hogy minden 25 fő fölötti magyar cégnél elméletileg a dolgozóknak legalább az 5%-ának kéne lenni megváltozott munkaképességűnek. Nagyon kevés helyen van ez így, de ahol ez nincs meg, ott azért ösztönzik a cégeket arra, hogy ezt minden inkább tegyenek el a lépéseket. Minden egyes ember, aki ehhez az 5%-os létszámhoz hozzájárul, azután fejenként most jelen pillanatban 2 millió forintot nem kell befizetni az államkasszába, tehát mondjuk egy 100 fős cég esetében ez az 5%, ez körülbelül ugye 5 fő, vagy 5 főnél több, hogy több legyen, mint 5%, de amikor 6 főt alkalmaznának, akkor utánuk 12 millió forintot lehetne megspórolni éven, tehát nyilván még nagyobb cégnél ez már 100 milliós nagyságrend is lehetséges, tehát elég komoly ösztönzők vannak egyébként erre a nyílt munkaerőpiacon. Maguk a megváltozott munkaképességű munkavállalók, mint fogalom, ugye talán a fogyatékos embereket ugye a hallgatók is el tudják képzelni, hogy kik azok, akiket úgy utcán is látok, mozgás, hallás vagy látássérült, értelmisérült vagy autizmussal élő emberek. Ehhez a csoporthoz tartoznak még azok, akik valamilyen súlyosabb, tartósabb egészségkárosodással élnek, mondjuk egy súlyosabb cukorbetegség, vagy daganatos megbetegedés, vagy ehhez hasonló belső szervi megbetegedés, és róluk egy szakértői bizottság megállapította azt, hogy megváltozott munkaképességűek, akkor ezek az emberek számítanak be a cégek szempontjából ebbe a kvótába. Egyébként évről évre én úgy látom, hogy egyre több módon ösztönzi azért a törvényhozás is mind a cégeket, mind a munkavállalókat arra, hogy egyrészt, hogy munkába álljanak, másrészt, hogy őket foglalkoztassák a cégek, hiszen maguk a munkavállalók is kapnak különböző adókedvezményeket, plusz szabadságot, olyan ellátást, ami mellett most már tudnak szabadon és mindenféle korlátozás nélkül munkát vállalni, és hát a cégek is, ahogy már mondtam, különböző kedvezményben részesülnek. Tehát én azt gondolom, hogy a nyílt munkaerőpiaci munkavégzés szempontjából Magyarország a megváltozott munkaképességű embereket illetően elég jól áll. Van munkánk azért ettől függetlenül, hiszen hiába vannak meg a kedvezmények, meg a különböző ösztönzők, azért sok cégnél még információ és tapasztalat hiány miatt van egy bizonyos félelem. Pont ehhez most így kicsit tudok csatlakozni, mert részt veszek egy ilyen akadálymentesítési jogi képzésben is, ahol pont most olyan aktuálisan arról van éppen szó, hogy mennyiféle jogszabályt törekszik Magyarország is átemelni az európai jogrendszerből, ami azért szerintem nagyon hasznos és jó dolog,
mert ezeknek a jogszabályoknak a segítségével világosabbá válik az, hogy mi az az akadálymentesítés. Tehát mi számít annak akár egy vállalkozónak, vagy egy cégnél, egy szervezetnél, és megkapják azt a fajta segítséget ehhez, ami még gördülékenyebbé teheti azt, hogy megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztassanak, és olyan apró dolgok is benne vannak, ami tényleg nem nagy dolog, és mégis ezáltal lehetővé teszi az utat, megnyitják az utat egy adott szervezetnél arra, hogy foglalkoztassanak megváltozott munkaképességű embert. Igen, egyébként hát neked most ezek szerint nem is nagyon kell ezt magyarázni, mennyire fontos ez a dolog, és mi is, nekünk is van egyébként ilyen szolgáltatásunk, vannak olyan partnereink, tehát rehabilitációs szakmérnök, akikhez tényleg professzionális módon értenek, hogy felkínáljuk a cégeknek, hogy fölmérjük a adott munkahelyeket, munkakörnyezetet, hogy mennyire akadálymentes, és hogy te is mondtad, hogy ez tényleg milyen sok mindent jelent, nem csak az, hogy azt általában az emberek tudják, hogy akkor nem tudom, hogy rámpa, vagy lift, vagy nem tudom, ilyesmi, de hát mennyi minden mást is jelent, ugye az is, hogy egyáltalán tudjunk számítógépet használni, ez megfelelő segédeszközök, vagy tudjunk másokkal kommunikálni, mennyi minden kell mondjuk ehhez egy hallássérült embernek, vagy még a számítógépes használat, ugye a látássérült emberek számára milyen segédeszközökkel alkalmas, ezek valóban fontos szerintem, hogy ebben tisztában legyenek a cégek, mert egyébként ez az akadálymentességnek a hiánya azért még mai napig is valóban problémát jelent. Abszolút. Tehát például, ha már itt tartunk, a számítógépről beszéltünk, épp ezért nagyon nehéz például a látássérült vagy a vak jelentkezőket adminisztratív pozícióban elhelyezni, mert nem mindig kompatibilisek az adott cégnél használt adatbázisok azokkal a felolvasó programokkal, amit a ügyfeleink ugye használnak egyébként a számítógép használatot. Ugye ezek a felolvasó programok gyakorlatilag azt olvassák föl a használónak, amit épp a gép végez és csinál, és éppen hol tart a kurzor, tehát azért ez egy bonyolult dolog ahhoz, hogy mondjuk bármilyen programnál ez nagyon könnyen alkalmazható lehet. Van egy talán egy sikert történetünk, mert őszintén meg kell mondom, hogy nem sok ilyen látássérült embert tudtunk elhelyezni pont emiatt a nehézsége miatt, de a tavalyi évben sikerült az egyik biztosító társaságnál az egyik ügyfelünket elhelyezni, akinek volt egy bizonyos tapasztalat egyébként ilyen adminisztratív munkakörökben, aztán egy betegség folytán viszonylag gyorsan vesztette el a látását, illetve aztán volt egy hallásromlás is nála, és ott például egy nagyon komoly ilyen előkészítő munka előzte meg a cégnél az elhelyezést. Egyik tapasztalati szakértőnk, látássérült tapasztalati szakértőnk a saját laptopjával felszerelkezve bement a céghez, és akkor az összes ottani adatbázis kipróbálta konkrétan, hogy akkor mint egy próba munkaképpen elkezdett dolgozni benne, és akkor jelezte, hogy hoppá, itt ebbe a kiugró ablakot, ezt nem ismeri fel a program, nem tudom elolvasni, akkor ez most itt nem lesz így jó. És akkor első menetben azt néztük meg, vagy azt határozták, hogy melyek azok a munkafolyamatok, amelyben az ügyfelünk tényleg tud majd dolgozni, és akkor kvázi kialakítottunk egy olyan munkakört, ami a cégnél így még nem létezett, de a különböző munkakörökből hoztunk létre egy új munkakört olyan munkafeladatokkal, amit ő is el tud majd látni, és most már több mint egy éve dolgozik Éva egyébként ennél a cégnél, ebben a ilyen adminisztratív háttérmunkát és telefonos információk nyújtó munkakörben. Emellett egyébként miután megismerték őt, magát, a kollégák, mert egyébként érzékenyítő programot is tartottunk még a beléptetés előtt, hogy megkönnyítsük az ő beilleszkedését. Ő maga a cégen belül aztán elkezdett ilyen érzékenyítő, szemléletet formáló beszélgetéseket tartani a kollégákkal, és ez is egy komoly munkafeladat számára, tehát most kifejezetten élvez egy ilyen otthoni tevékenységet. Tehát, hogy van nagyon is jelentősége az akadálymentesítésnek, hogy, és főleg azt, hogy amit mondtam, és hogy ne csak az elméletet nézzük meg, hogy papíron esetleg mit jelent ez, hanem a gyakorlatban sokkal fontosabb, hogy ténylegesen azok az emberek, akik felhasználók, mondjuk akár egy mozgássérült ember, hogy próbálja ki, hogy az a munkahelyen tényleg be tud-e menni a kerekesszékkel adott helyiségbe. Abszolút. Tényleg olyanok az asztalok-e. Persze általában az előírások, amik vannak erre vonatkozó, azok már megfelelőek. De ha már másik irányba mennénk, hogy a
észszerű akadálymentesítés, vagy észszerű alkalmazkodás alapján a munkahelyeknél, hogyha esetleg az előírásoknak nem teljesen megfelelő, de az adott kerekesszékes munkavállalónak viszont megfelelő a munkakörnyezet, akkor az se akadálya a munkavégzésnek. Abszolút. Én mindig szoktam ilyenkor javasolni, hogy a munkavállaló maga menjen ki, járja be a környéket, próbálja ki, tényleg számára az így komfortos, megfelelő-e, és ha igen, akkor már ilyen akadálya legalábbis nem lesz a munkavállalásnak. Abszolút. Még röviden kérlek elmondanád azt, hogy említetted, hogy 30-40 főt el tudtok helyezni úgy évente, hogy ezek milyen típusú sérültséggel élő fiatalok, illetve legfőképpen milyen területre tudjátok őket elhelyezni? Azt említettem, hogy a munkánk elején többségében voltak az értelmi sérült ügyfelek, és ennek megfelelően inkább az egyszerűbb a munkakörökbe helyeztünk el abban az időben, és mai napig is talán a többsége az elhelyezettjeinknek, azok például a legnagyobb részt a különböző nagy áruházakban ilyen egyszerű fizikai munkakörök, például vannak olyan külön munkakörök, amit kifejezetten egyes cégeknél megváltozott munkaképességű embereknek hoztak létre. Vannak drágább áruk, amiket valamilyen módon óvni kell attól, hogy mondjuk ellopjanak, és akkor erre különböző eszközöket kell rögzíteni, talán ismerős számodra is, nem tudom, egy ilyen nagyobb, ilyen, mint egy ilyen kis nyelv, abszolút, ami rá nyomnak ilyen mágnessel a drágább dolgokra, vagy egy matrica, vagy egy hurok, ezeket rakják például fel az ügyfeleink. Vagy ellenőrzik azt, hogy egy terméknek lejárt esetleg a szavatossága, vagy nem, vagy az az ár, ami ki van írva a polcra, az megfelelő-e, vagy nem. Tehát vannak ilyen egyszerűbb munkakörök, itt azért tényleg szerintem 100 fölött vannak az ebben a munkakörökben elhelyezettek a száma, de a másik véglet pedig van olyan cég, ahol 15 főt helyeztünk el olyan munkakörben, amely egy szolgáltató központ, tehát a Európa összes országában ennél a cégnél Magyarországról történik például a felvételi eljárás, mármint annak a része, hogy a különböző dokumentumok bekérése, a fizetések kiszámolása, adóknak a meghatározása, kiküldetéseknek az intézése, szállásfoglalások a cég számára. Ezt hívják szolgáltató központnak, és ebben is helyeztük már úgy el ügyfeleket, akik mondjuk minimum a két nyelven nagyon magas szinten beszéltek, jó számítógépes használattal és valamilyen szaktudással, de például újságírókat is helyeztünk el. Több munkakörben nem gondolná az ember. Informatikusokat is. Aztán megint a másik világban, akár hogy csomagolói munkakörben, Magyar Postánál például olyan munkakörben, ahol a leveleket kell válogatni annak alapján, amit már gépen tud szelektálni, irányító számok szerint például. És akkor, ha már itt tartunk, hogy milyen célcsoport, vagy milyen típusú sérültséggel élőknek segítünk, viszonylag nagyobb számba jöttek hozzánk, vagy autizmussal, vagy pedig ennek a, ugye egy enyhébb formájában az Asperger-szindrómával élő ügyfelek is. Utóbbi időben egyre több olyan ügyfél érkezik hozzánk, aki pszichoszociális fogyatékossággal él, ez a korábbi megnevezés alapján a pszichiátriai betegséggel élőket hívjuk így. Itt nyilván szoktuk kérni mindig más szakemberek segítségét is, hiszen ehhez mi annyira nem értünk így, de ebben is voltak már nagyon több alkalommal sikeres elhelyezéseink. Nyilván viszonylag egyszerűbb talán abban a helyzetben, akkor a helyzetünk, amikor mondjuk olyan egészségkárosodással élőnek segítünk, akiben olyan különösebb akadálymentesítési igényi nincsen, esetlegesen az, hogy időnként gyakrabban kell járni a orvoshoz, hogy gyakorlatilag nincs. Vagy hosszabb időt kell kórházban. Esetleg, igen. Itt mondjuk az merülhet föl, hogy mondjuk bizonyos fizikai korlátok lehetnek, nem emelhetnek olyan súlyt, vagy nem mozoghatnak olyan mértékben esetleg, mint mások, de egyébként mozgássérült, hallássérült, látássérült ügyfeleket is szoktunk elhelyezni. Nagyon jó ezt hallani, abszolút, meg szerintem az arányaiban is nagyon sikeresnek mondható a tevékenységetek. Végül így a műsor végére szeretném, hogyha így elmondanád a kedves hallgatóknak, hogy egyébként hol lehet titeket megtalálni, mind személyesen, mind akár az interneten keresztül. Alapvetően igen, a legjobb módja, mert úgy marad nyoma a jelentkezésnek, hogyha valaki akár a kezenfogva.hu honlapon keresztül jelentkezik, ott megvan adva egyébként a e-mailes elérhetőségünk is, van egy külön munkaerőpiaci e-mail, ami nagyon egyszerű, úgy hívják, hogy munka@kezenfogva.hu, ugye kezenfogva, mint kézenfogva, csak ékezet nélkül, tehát munka@kezenfogva.hu, ezt javasolnám elsősorban,
elég, ha munkavállaló jelentkezik, elég pár sorba leírni, hogy akkor ő kicsoda, és hogy pontosan mit szeretne tőlünk, mondjuk, hogy munkát szeretne végezni, de az is lehet, hogy csak nem tudom, érdeklődik, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet valaki megváltozott munkaképességű. És akkor szoktunk kérni még emellé, hogy ha már van egy önélettajz, akkor már azt rögtön a jelentkezés mellékei, és akkor megkeressük utána őt, és elindítjuk a folyamatot, tájékoztatjuk, hogy mi mit tudunk tenni az érdekében, és jöhet egy tájékoztató után egy személyes találkozó és a bevonás is. De ugyanúgy nagyon nagy örömmel várjuk a munkáltatókat is, ugyanerre az e-mail címre. A kezenfogva.hu honlapon egyébként van egy kis összefoglaló és a szolgáltatásainkról, hogy mit csinálunk, milyen módon, milyen eredményekkel, tehát az érdemes mindenképpen azt meglátogatni, azonban a foglalkoztatást keresni, és ez a e-mail cím, amit mondtam, talán a legjobb alkalom, vagy a legjobb lehetőség a jelentkezésre. Ha valakinek az e-mail ez nehézkesebb, akkor ott van a honlapon a központi telefonszámunk, amit szintén meg lehet keresni, és ott is lehet minket elírni. További sok sikert a tevékenységeitekhez, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Még egyszer, Fehér Miklós volt a vendégem, a Kézenfogva Alapítvány egyik képviselője. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.